Sziasztok, Szabó Ádám vagyok, ez itt a Blik Star Chat. Várom a kérdéseket. Tényleg ilyen tévés műsort én még soha nem nyertem meg, tehát nekem ez az első, 28 évesen, és tényleg ez egy ilyen megfoghatatlan érzés, és még most is nehezen dolgoztam fel, hogy megnyertem. Tehát ezt így kimondva is furcsa, hogy én megnyerek egy ilyesfajta versenyt. Azt nem gondoltam, hogy például a Boldi, vagy a Curtis, vagy a Barna ilyen jó barátaim lesznek. Tehát tényleg egy ilyen bandázás kialakult, és van nekünk egy ilyen Facebookos csoportunk is, amiben a Szoba néven tevékenykedünk. Ha már beszéljünk erről, mert erre is megkérdeztek, hogy te beszéltél a Curtisszel, vagy mit gondolsz erről az egészről, amit ő az elmúlt másfél hétben művelt? Hát én egyrészt nagyon-nagyon sajnálom az Atikát, hogy nem tudott eljönni. Neki ugye ilyen lelki dolgai vannak, amiket igazából csak ő tud, és ezt neki kell így megvívnia. Tehát én annyit tudok segíteni neki, hogy ugyanúgy támogatom, meg ugyanúgy mellette vagyok, mint a barátja, és ugyanúgy szeretem, tehát nekem igazából csökkenni egyáltalán nem csökkent a szemembe ezáltal. Én sajnálom, hogy ezt a döntést így meghozta ebbe a formába, de ez tényleg egy ilyen lelki vívódása neki, és én sajnálom, hogy ez így alakult. És a döntőben viszont azt tényleg én ezért is szeretem nagyon, mert ott is olyan őszintén tudott például mellettem voksolni és kampányolni, hogy neki azt nem kellett megjátszani, hogy mondjuk azért szurkolt volna nekem, ahogy mondjuk én megkérem őt. Ezt tényleg teljesen magától csinálta, és ő egy nagyon-nagyon őszinte srác, és én ezért is szeretem, mert ő mindent így szívből csinál. Ezt szerintem senkinek nem kívánom, ezt, hogy a volt barátnőjön ott álljon, akivel tényleg szerették egymást, és egykor még tényleg nagyon szerelmes pár voltak, és most ugye ott kellett állni vele. Hát ez egy nagyon furcsa, és tényleg egy ilyen, az is egy ilyen megfoghatatlan érzés volt, hogy most mi ott álltunk. Tényleg nem kívánom senkinek, mert borzasztó volt. Most nem tudtam, hogy annak örüljek, hogy én most megnyertem, vagy hogy ő neki nem sikerült megnyerni. Tehát én az ő sikerének is nagyon örültem volna az, hogy ő nyeri meg. És ezért is volt nagyon furcsa dolog ott állni, mert ugyanúgy örültem volna annak, hogyha ő nyeri meg. Természetesen így is örültem, hogy ez úgy alakult, hogy én nyerem meg, de az tényleg az vitathatatlan, hogy ő nagyon durván megérdemelte volna, hogy megnyerem, mert én amikor elénekelte például az Aretha Franklin-es dalt, én úgy voltam vele, hogy ez így megvan neki. Én szerintem egy őszinte srác vagyok, és ez a rossz fiús énem, ez hát nem tudom, miben nyilvánulhat meg. Én szeretek bulizni, szeretek csajozni, tehát hogyha rossz fiús, akkor lehetnek ezek. De ugye sokáig voltam kapcsolatban, tehát ezt a rossz fiús énemet lehet, hogy most fogom elővenni. Eddig ugye ez nem mutatkozott meg, de én tényleg inkább mindig maradok ez a jó srác az emberek szemében is, meg magam szemében is, akikre mondjuk a szülei is büszkék. Tehát én senki kedvéért nem szeretnék rossz fiú lenni.